Tamási Gáborral beszélgetek, abból az apropóból, hogy ma, azaz augusztus 26-án ünnepli a 30. születésnapját. Gábor, nem lenne jobb a 26-at ünnepelni? Hát megvallom őszintén, jobb lenne, de én azt mondom, hogy nem kell szégyenkeznem így a 30-at. Tehát akkor nincs ez a jaj, 30 lettem, és most akkor megáll a világ. Nem, én nem úgy fogom fel az életet, hogy most akkor egy öregebbek lettünk. Az nem szégyen, ez az élet vele járója. Nos, mondjuk, hogyha éppen 20 éves lennél most, és beszélgetünk, és megkérdezném, hogy hova képzeled magad 10 év múlva, akkor az azonos lenne azzal, ahol most így elhelyezkedsz a labdarúgásban? Hát biztos, hogy nem, mert nekem itt ez az utolsó pár év, ez nem úgy sikerült igazából, ahogy én azt elképzeltem, de gyerekkori álmomat én már többé-kevésbé valóra váltottam, de még azért vannak céljaim, mivel csak 30 vagyok, nem öreg, szeretnék még a futballban elérni sikereket, és ha lehet akkor Pakson. Mi volt az a gyermekkori álmod, amit sikerült már valóra váltani? Hát igazából az, mert falusi gyerekként nőttem fel, hogy NB1-es játékos legyek, és igazából a válogatott, ami már szerintem azért messze van, vagy távlati cél, de azt mondom, hogy nem elérhetetlen, de kevesebb esélyt látok arra, hogy az teljesüljön. Jó, hát azért én kívánom, hogy esetleg ez előbb-utóbb összejöjjön. Mit gondolsz a csapat, az MVM Paks jelenlegi helyzetéről a bajnokságban, illetve hát rád azért az NB2-ben is elég sok szerep szokott hárulni. Mit gondolsz az ottani bajnokságról? Hát az első osztályban a csapatra nézve nem rossz szereplés igazából ez, mert nagyon sok meccsen vagyunk túl, mint az Európa Liga, a bajnokságok is, és azért nem rossz csapatok jöttek hozzánk igazából. Én azt mondom, hogy utánérjük magunkat, az NB2-n meg egy szorgos kis munkás csapatként tudom elképzelni, és ott is vannak tehetséges játékosok, akik megmutatják a fogófehérjét. Hát ugye ott a cél a bennmaradás, ez hogy érzed, sikerülni fog? Én úgy érzem, hogy sikerülni, mert nem mondom, hogy gyenge ez a nyugati csoport, de szerintem vannak gyengébb csapatok nálunk. Értem. No, hát beszéljünk arról is, hogy egy nagyon szép ajándékot kaptál, ha nem is pont a 30. születésnapodra, de hát majdnem. Mi is ez? Hát igen, június 24-én megszületett a kisfiam. Nagy öröm volt számomra igazából. Ez a 2011-es év, igaz, voltak benne kellemetlen időpontok, vagy időszakok, de mindig csak a jóra emlékezzünk. És hogy van a kisfiad? Ő nagyon jó. Igaz, egy kicsit a meleg megviseli, de erős, mint az apja. Jó. És 30 évesen milyen apukának lenni? Hát igazából most kezdek belerázkodni, még most volt 2 hónapos. Szokni kell egymást. Jó. Hát akkor sok sikert kívánok neked is, és természetesen hosszú életet a babának és az anyukájának is. Köszönöm szépen. És boldog születésnapot. Köszönöm szépen még egyszer.